A napokban átadásra került a karcagi Kátai Gábor Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztálya. A 19 ágyas korszerű új részleg komoly segítséget jelent azok számára, akik arra törekednek, hogy mielőbb visszatérjenek korábbi életformájukhoz. Az átadó ünnepségen felszólalt városunk és térségünk országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor is, aki beszédében elmondta, az egészségügyben rohamos fejlődés tapasztalható. És bízom benne, hogy a karcagi Kátai Gábor Kórház és a magyar egészségügy olyan irányt fog venni, amely mindannyiunk érdekét szolgálja. A felújításokkal, a műszerbeszerzésekkel, az egészségügyi képzéssel, és természetesen, ami egyik legfontosabb, mert az épület, a gép mit sem ér működtetők nélkül, az egészségügyi dolgozók egyre nagyobb megbecsülése mellett. Hiszen tudjuk azt, hogy az élettelen épület, vagy a szupermodern gép, ha nincs, aki működtesse, nincs, aki foglalkozzon a betegekkel, akkor nem ér semmit. A legnagyobb beruházást tehát nem az épületekbe, nem a gépekbe, műszerekbe, hanem az humán erőforrásba, az egészségügybe, dolgozókba kell befektetni. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő köszöntő gondolatai után felszólalt dr. Demény Ádám, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatója, Szepesi Tibor polgármester, valamint Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatója is. Ez követően szalagátvágás következett, majd a megjelentek megtekintették az újonnan átadott épületrészt. Szepesi Tibor városunk polgármestere televíziónknak elmondta, a beruházás több szempontból is jelentős a város életében. A Kátai Gábor Kórház területén található a régi pszichiátria épülete, amely mindenképpen hasznosításra kellett, hogy kerüljön, hiszen ebben a gazdasági helyzetben az nem megoldás, hogy vannak olyan részei az épületnek, amelyek gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem üzemelnek. Kerestük azt a lehetőséget a kórház vezetésével, főigazgatóasszonnyal, ugye, aki az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke is, hogy hogyan tudjuk hasznosítani mind a kórház, mind pedig az önkormányzat szempontjából az épületet. Arra az ötletre, elhatározásra jutottunk, hogy egyfajta közös használattal, egészségügyi és szociális használattal az épület teljes egésze használható, amely mindenképpen jelentős előrelépés a város szempontjából. Így kerestük meg pénzügyminiszter urat, aki támogatásáról biztosított bennünket, majd pedig a szociális és az egészségügyi államtitkárságot, ahol mind a két államtitkár úr úgy nyilatkozott, hogy az ötlet jó, a lehetőséget meg kell ragadni, és lehetőleg minél hamarabb megvalósítani. Így gyakorlatilag az épület földszinti részére kerül áthelyezésre a mozgásszervi rehabilitációs osztály. Ehhez kellett az az átalakítás, amely most több mint 400 millió forintból valósult meg, teljes egészében hazai forrásból kormányzati támogatással. Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatója televíziónknak elmondta, a korábbi pszichiátriai épületrész 1970-es években épült fel. Az utóbbi években teljesen kihasználatlan volt, és csak az ebben az esetben lehetett újra használatba venni, ha jelentős összegből felújítják az épület ezen részét. Ez a felújítás a mai nappal befejeződött, átadásra került a épületrész, 19 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztály fog ide költözni, illetve hát már ide költözött, az ellátottak fognak a holnapi nappal költözni. Azért is nagyon jó, mert ugyan ebben az épületben van ez a rehabilitációs osztály, de jelen pillanatban a második emeleten működik, és sokkal egyszerűbb, hogyha a földszinten van mind a járóbeteg szakrendelés, mind a gyógymasszás, a fizikoterápia és a tornaterem is, ahol a megfelelő eszközök ehhez az egészségügyi ellátáshoz rendelkezésre állnak, és hát örömmel mondhatom el, hogy a humán erőforrás is mind szakorvosi, orvosi, mind szakdolgozói szinten rendelkezésre áll a térségben ezen egészségügyi ellátást igénybevevők számára.
úgy gondolom Varga Mihály miniszter urat idézve, hogy az egészséges élet, az egészséges életmód nem csak a sportnál kezdődik, és nem feltétlenül ott van vége, hanem a rehabilitációval is, hiszen az egészséges életéveink nem mindegy, hogy mennyit élünk, és erre nagyon jó a mozgásszervi rehabilitációt, aki igénybe veszi, és aki tudja, hogy mit jelent ez, hogy akár neurológiai, akár sebészeti ellátás, vagy akár egy sportbaleset után is pillanatok alatt az ő szakmai tudásukkal és az ő segítségükkel és az eszközeink segítségével nyilván sokkal hamarabb vissza tudnak állni az életbe, az aktív sportba és az aktív munkavégzéshez. Én mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ezt az ötlet megvalósult, és hogy a mai napon ez a gyönyörű egészségügyi ellátásra alkalmas épület rész átadásra került.